megnézünk két videót, kettő darabot, és utána mehet a deadlock. A deadlock amúgy ilyen titkos játék volt, eddig nem szabadott streamelni. Őszintén leszek, egy meccset mentem, megnéztem a kontrollokat. Epikus Five Nights at Freddy's, magyar szinkron. Csika? Mi történt veled? Mi történt Miskolc. Vele? Miskolc! Elértem a Monty Golf pályához, és itt egy fasz kulcs. Menő, nekem van egy fasz órám. Fasz nice. Óra? Jól hangzik. Ja! Hát oké, csá. Maszk. Oh, hello! Vedd el a maszkot. Oké, ez mi? Egy fasz maszk. Ez fáj! Majdnem! Igazából ez egy beépített mikroneurális hálózati egység. Egy csippet tettem az agyadba! Hogy? Hallod, neki olyan hangja van, mint nekem. Egy csippet tettem az agyadba! Hogy mi? Azta. Ki vagy te? Happy vagyok, és segítek! Nem úgy tűnik! Ezzel a biztonsági maszkalathoz biztonsági pontokat javítani és falakon átmenni. Viszont a lény a nyomodban lesz. Király, átmehetek falakon. Wow. A lény? Eljöttem érted! Hát inkább nem használom. Még mindig az agyadban vagyok. Nice! Aha! Nyomja a gridit! Kicsit elszinkron. Ők! Roxy! Minden rendben? Nem. Összezúzott. Egy fasz targonca. Ez szörnyű! Adom, hogy a fasz helyett faszt mondanak. Ez tetszik. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Mert az Orbán Viktor is próbál ilyen trendelni az avokádó lattéval, de én azt nem tudom, mit jelent. Biztos, hogy szeretne fiatalokat? Csak ez még egy kicsit próbálkozni a kamera, úgy hívják, hogy mossa latte. De azért amúgy ő is cuki, én nem igyekszik, de a karácsonyra jobban halad. Igen. Cuki az Orbán. De a Karigeri jobb. Öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon, és velük szemben állnak a két lábbal a valóságban álló nemzetőérzelmű vagány fiatalok. Ezért a toborzást a fiatalok között el kell kezdenünk. Még most, és még nekünk. Még nem most? Szerintem kicsit elkéstek ezzel amúgy, de nem baj, időben vagyunk még. Pontosan a miniszterelnök, és mi kellett ahhoz, hogy a fiatalabb generáció tagjai felfigyeljenek egy politikusra, esetleg szavazzanak is rá. Itt vagyunk a Sandfesztiválon, hát ha sikerül kiderítenünk. Gamer pártot kéne alapítani, amúgy én ezt mondogatom már nagyon régóta. Szerintem ingyen wifi kéne, és ingyen számítógép mindenkinek, hogy gamer legyen. Mindenféle e-sport menne. Ez e-sportba jönne vissza. A stadionokat foci helyett e-sport kupák rendezésére használnánk. Van hozzá elég stadion. Nemzeti érzelmű bátor fiatal harcosokra van szüksége az országnak. Mire gondolt vajon, és miért mondta ezt? Gondolom, hogy itthon maradjunk, nem? Azért, hogy itthon bulizzunk, itthon éljünk továbbra is, nem? Hát mert ő nem fiatal, azért keresi a fiatalokat. Azért, mert sokkal, hát sokkal jobban látják az idei generációt, aha, és szerintem ezért. Igen, valószínűleg az Orbán Viktor szeretne így a fiatalokkal kapcsolódni, mert érzi, hogy a fiatalok annyira nem támogatják őt sajnos. Hát kapcsolódni akarnak a fiatalokkal, más fideszesek is amúgy, ezt már észrevettük. Vannak itt kapcsolódások. Van olyan politikus, akit követtek közösségi médiában? Szoktam nézni Orbán Viktort, vagy nevessek rajta. Karácsony Gergelyt szintén, igazából egy komédiának tartom az egészet, úgyhogy igazából... Hát igen, ezek a TikTok videók elég komolyak, főleg ezek a ninja kormány. Ezt megcsinálták a Viktorék, AI képekkel a ninja miniszterek, az halálos. Én kikövettem az összeset. Nekem nincs. Miért nincs? Mert nem érdekel annyira a politika. Orbánt meg szoktam úgy nézegetni, de az inkább ilyen mém oldal szerintem mostanában, amiket kiraknak, mint egy rendes Facebook oldal. Igen, a Karácsony Gergely! Karácsony Gergely! Az apu! Karácsony Gergely! És mivel szólítja ő meg? TikTokjával! TikTokjával! Köszönjük szépen! Igen, a TikTok fiókjával! Így van! Karigerinek szoktam nézni ezt a kalapúzásos. Ez a kurva bazzunk. Hát... Na mindegy. Az, hogy ilyen kis goofy gyerek, nekem azt tetszik. És a közlekedés. Ú, bazzik. És
támogatja a tömegközlekedést. Rendeket is követje a Karácsony Gergely. Ezek a juhu lányok, én nem tudom ezek milyen lányok. Csádoti. Én kis gúfi gyerek a Karácsony Gergely. Büszkék arra, amit mondanak. Hát persze. Mondhatták volna, hogy a Karácsony a Szigma amúgy. Most Magyar Péternek követtem ezt a kórházas túráját. Ez a dolog, ez elég oké, hogy bemegy kórházába, stb. Csak maga... De most már nem mehet be, most már egyeztetniük kell előre. Nyomjunk deadlockot szerintem, én azt mondom. Vagy még egy ilyet megnézhetünk. Ebbe a liftbe szorult be a szolnoki Hetényi Géza kórházban Magyar Péter. A Tisza párt elnöke szerint a mosdóban nem működött a csap, nem volt fertőtlenítőszer, közben átható vizeletszag terjengett a helyiségben. Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter tevékenysége csak politikai heckampány. Takács Péter időközben azt is elrendelte, hogy a Tisza párt elnöke csak munkaidőben látogathassa. Bocsánat, de ez a kép. Ez rettenetesen goofy. Ilyen komoly fejjel a tál hőmérővel. Viszont ez is ezerszer többet csinált, mint bármelyik politikus a Fidesznél, amúgy mert legalább oda ment. Legalább megnézte, hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy mondjuk az Orbán mikor tette be utoljára a lábait egy állami kórházba. Mit mondatok, hány éve lehetett úgy utoljára? Soha? Azt nem hiszem. Már csak abból feltételezem, hogy valahol meg kellett születnie. Tehát, jó, mondjuk ahhoz, hogy megszületsz, ahhoz igazából nem teszed be a lábadat, mert ott spónolsz. Onnan csak kiteszed a lábad, de egyszer csak visszavitték, vagy visszament, tudod. Lázár János azonban Tihanyban arról beszélt, hogy a Fidesznek komolyan kell vennie a Tisza párt elnökét. Amúgy a Lázár az nem szokott akkor hülyeségeket mondani, azt szoktam észrevenni. Mondjuk szokott, mostanában egy kicsit más dolgokat mond, mint ami a Fidesznek a narratívája, azt vettem észre. Mint hogyha lenne agya. Aki 3 hónap alatt 30%-os politikai pártot tudott fölépíteni, azt nem szabad alábecsülni. A miniszter a Transit Fesztiválon azt mondta, hogy a Fidesz 2026-os választási győzelmének fontos feltétele a Magyar Péter jelenség megértése. Szerinte a kegyelmi ügy máig nincs kellően feldolgozva, a kormánypártok pedig több hibát is elkövettek a kampányban. Na ez viszont, ezek a dolgok pólót csinálnak az arcával, meg ilyenek. Én ezt nagyon-nagyon soknak tartom. Ez a személyi kultuszt élteti, ennek soha nem volt még jó vége. Ez too much, én azt mondom. Én szerintem egy politikus, ne az legyen, hogy a politikusunk az most akkor egy mém, és akkor úgy rakjuk rá, hogy akkor tégláról téglára, mert lehet ezt mémelni, meg minden, de kajak ez van ide írva, bazd meg. És akkor még itt van az arca hozzá, nem tudom. Ez nekem too much. Too much. Elveszik a komolyságát szerintem az egész szituációnak amúgy. Mindegy, igazából. A cél az szerintem, hogy többen szavazzanak rá, de most, hogyha ilyet meglátsz, nekem nem az izém, hogy rá akarok szavazni. De már csak, hogyha egy rendes Tisza logós valami volt, mert itt ugye itt voltak olyanok is amúgy, mint ami rajta van. Ez, hogy Tisza, meg hogy árad a Tisza, ezzel semmi probléma nincsen. Nyilvánvalóan tudat alatt persze mindenkinek a Magyar Péter fog eszébe jutni, de biztosan kell ez, hogy... Még mutassuk is az arcát, még ennél is többször, még a pólunkon is, hogyha amúgy is az ő arcai leszünk be a Tisza pártról. Ez a kérdésem, hogy ez kell-e, mert szerintem erre amúgy nincs szükség. Zerva mondja, tök jó, hogy szeretik a Petyát, én is rászavaztam, meg minden, csak ez, hogy ennyire komolyan veszik, hogy egy arcképes pólót csináltatnak random embik, az már inkább szektára hasonlít. Amúgy, ezt ők árulják, vagy ez csak valaki? Mert ezt ugye nem árulják. Mondjátok, hogy ezt nem árulják. Karkötők is vannak, fémbögrék, ott voltam. Árad a Tisza. Na hát igen, itt nincsenek arcképes dolgok. Na igen, ez teljesen oké, erről beszéltem. Lehet venni kitűzőket, kurvasokat, ez nagyon jó. De az, hogy az arcképét rárakják emberek pólóra, az már way too much. A kormánypártok pedig több hibát is elkövettek a kampányban, ezért sebességváltás kell. Igen. Hát figyelj, az biztos, hogy jobban mozog, mint az Orbán. Az nem hiszem, hogy az Orbán ezeket a mozdulatokat így meg tudná csinálni ebben a sorrendben, ebben a sebességben. Saját pártja mellett Lázár János bírált a Vitézi Dávidot is, szerinte ugyanis Vitézin bukott el Budapest. Készen megkapta a lehetőséget, és készen föl volt kínálva neki, tálcán föl volt kínálva neki Budapest. A Fidesz, a Real Madrid, a legjelentősebb... Igen, és ez is durva, hogy ezt így kimeri mondani végül is. A szereplő félrelépett, és mindent alátett. Nem tudott élni a lehetőséggel. Vitézi Dávid nem hagyta szó nélkül Lázár János szavait, szerinte minden eddiginél jobban mutatja a miniszter viszonyát a MÁV utasaihoz, hogy miközben a tranziton vele foglalkozik, addig néhány kilométerrel arrébb utasok ezrei áldogálnak különböző balatoni állomásokon egy síntörés miatt. Lényegében összeomlott a balatoni vasúti közlekedés. Ezen a héten már sokattor a szombat délután, miközben... Hát először tagadták, hogy a Fidesz embere, de még mindig tagadják azt, hogy ő a Fidesz embere, csak hogy mindent aláraktak, és tálcán kínálták neki azt, hogy ő nyerjen az Alexandra helyett. Tehát akkor igazából mégis. Nem?
Fehérváron meg itt ácsolognak az emberek, hogy ez hol van, ez Fehérváron van, nem? Lázár János másokat hibáztatott és másokat oktatott ki Tihanyban. Én szerintem jobban tette volna Lázár János, hogyha másfél órás szokásos, cinikus vigyorral kísért beszéde helyett inkább elment volna Lepsényben néhány kilométerrel arrébb, és találkozik az utasokkal, és megnézi azt, hogy az általa felügyelt már ma mennyire képtelen egy ilyen válsághelyzetet, egy forgalmi zavart kezelni. Lázár János pontosabban meri, tudja látni a Magyar Péter című jelenséget. Horn Gábor szerint Lázár János néhány politikus társánál jobban érzékeli, hogy mi a probléma saját pártjával, az pedig, hogy ennek hangot ad, még jól jöhet a kormánypártoknak. Horn Gábor úgy véli, a kórházlátogatásokkal Magyar Péter igyekszik tematizálni a politikai közbeszédet, támogatói számában ugyanakkor most még nem látszik robbanásszerű növekedés. Hát a Celsius fokokban azért vannak itt robbanásszerű. Szígyelem, hogy nem vagyok pedofil, pedig nem vagyok az. De szígyelem, most ma az a menő. Amúgy ez igaz, igaza van az öregnek. Ez a menő, hogyha valaki pedofil. Apropó pedofilia, hallottam, hogy Herbie arról énekelt, hogy megb***t egy 3 éves kislány, de most már nagyjából bármit kimer mondani ahhoz, annak érdekében, hogy foglalkozzatok vele, ami elég durva. Én nem néztem meg ezt a videót, többen is elküldték, de nem kattintottam rá egyszerűen. Nagyon-nagyon durván szeretné a figyelmet, és egyre kevesebb agysejtje van. Aztán, ja, mindenki tudja, mi a vége ennek igazából. Szóval, ja, mert a deadlock, én azt mondom, mit szóltok hozzá. Próbáljuk ki. Ez a Valve-nak az új játéka, hát igazából ennyit kell róla tudni, ez egy shooter, egy TPS shooter MOBA. Most ezzel lehet, hogy nem mondtam sokat, de majd meglátjátok. Mert ezt elméletileg titkos volt megosztani egy darabig, de beszéltem más streamer kollégákkal, külföldiekkel, és azt mondták, hogy most már lehet nyomni a streamet, és meg tudok hívni bárkit a múlnyi játékra, hogyha valaki szeretne játszani, akkor meg tudom hívni őket. Ez a TF3, ez a Team Fortress 3. Azért volt titkos, mert titkos volt a projekt, de most már hát még egy beta, early development build. Akinek kell invite a játékra, az lépjen fel a Discord szerveremre és a Deadlock szobában keressen magának játszó pajtásokat, akik meg tudják hívni őt, mert amúgy elég sok ilyen ember van már. Szóval, ha akartok játszani, akkor ja, itt tudtok találni magatoknak egy-két embert, akivel talán lehet. Gondolom a torony az úgy működik, mint LOL-ba, vagy nem tudom. Tehát meg kell várni, bemenjenek alá a minionjaink, és akkor utána tudunk lövöldözni, I guess. Ugye, ne, ugye végtelen ammó van, mert ha még azt is kell venni, mint egy hatba bazd meg, akkor rendesen ki fogok égni. Nem, az végtelen. Szupi. Ez nem tudom, hogy mit tud, amit most csinál. Mi a fasz volt ez? Bazeg! Jó kis team kill volt, Crypto. GG, ezt nem fogja tudni szerintem. De tudta. GG. No, szerintem a Subway Surfers nem kell amúgy. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.